Köszöntöm nézőinket, Zomba polgármestere Szűcs Sándor a vendégem. Köszöntöm, polgármester úr. Ugye volt egy választás az elmúlt évben, mondhatni, hogy egy éve körülbelül van Zomba település élén, Zomba első embere. Hogy érzi magát? Hát köszönöm szépen, először is köszönöm az invitálást, a megkívására a műsorra. Hát elmondhatom, hogy egy év távlatában körülbelül azt kaptam, amire számítottam. Jól érzem magam, és a, kis csapat, az újonnan felállt csapattal próbáljuk azokat a feladatokat ellátni, amire vállalkoztunk. Ő mindig zombán élt? Hát gyakorlatilag 60-tól zombán, úgyhogy majdnem, hogy zombára születtem akkor nem ismeretlen már a terület a gyerekkor ott zombán, ezen a szép vidéken valljuk be őszintén, hiszen aki csak átutazik a településen, láthatja, hogy szép, a környezet pedig azt hiszem, hogy számos lehetőségeket nyújt, milyen gyerekkora volt, hogy érezte magát. Hát visszaemlékezve a gyerekkoromra valóban a gyerekkoromat zombán töltöttem, zombán éltem le, illetve a szülőfalumba voltak a szünidei kihágások. A nagyszüleimmel nagyon sokat voltam, és tulajdonképpen onnan is kaptam egy úgynevezett nevelési e, hátteret. E, úgyhogy gyakorlatilag én a két települést a gyerekkoromban e, összehoznám. Hát ez Melyik a, a település, település, ez Murga volt, tehát szintén, e, szinte szomszéd település. Sajnos most e, kihaló félbe lévő, illetve hát nagy létszám e, csökkenése van a településnek. Tolna megye a legkisebb önálló települése, e, ahol már nem érik el a száz fél számot. Tehát én a két települést összehoznám a gyerekkoromat tekintve. Az iskolákra hogyan emlékszik, gondolom, hogy zombán járt iskolába? Zombán jártam iskolába, igen. Hát nekem az iskolákkal gondjaim nem voltak, csak a szép élmények voltak, tehát tanulmányi problémák nem voltak. Amúgy a gyerekévekkel a tanulást összehozva azt hiszem, hogy, hogy, elmondhatom, hogy szépen teltek. Ugye abban az időben, a 60-as években, amikor én kezdtem, 64 be kezdtem az általános iskolát, akkor még lényegesen kisebb volt a diákok terhelése az iskola oldalról, mint a mai gyerekeinknek, úgyhogy az akadályokat is könnyebben vettük. Nekem csak szép emlékeim vannak, és azt hiszem, hogy a Zomba iskola az a múltban is és jelenben is egy színvonalas iskola, ahol a diákokat olyan képzettségi szintre nevelik, képezik a pedagógusok, hogy a későbbiekben is megállják a helyüket. Nekem is ilyen alapok jutottak, és ezekkel az alapokkal kerültem be a későbbiekben a Szexuális Középiskolába, gond nélkül, hála Melyik középiskolában jár? Hát akkor Rózsa Ferenc szakközépiskolában, ugye hát most már azóta egy kicsit a reál szakról, a műszaki szakról áttértek a, a humán gimnázium jellegre, és első bél gimnázium jelenleg. De erre az iskolára is büszke vagyok, és, és nagyon jó emlékek emlékszem vissza. És még hogyha az iskolánál tartunk, elmondhatom, hogy a fiam a nagyobbik ott végzett az első bélába, a középső fiam pedig Szintén az első bírás. Tehát követték, követték, követték. az, az apjuk példát, igen. Nyomdokokat. A műszaki pálya mennyire hatott ki a későbbi életére? E, nagyon. Nagyon kihatott, és tulajdonképpen amiért e, én nagyon jó iskolának tartottam az akkori Rózse Ferenc iskolát, hogy a reál indítatású gyerekeket, tehát a műszaki pályához közelebb álló gyerekeket egy olyan alapszintű képzéssel látták el, ami elég volt arra, hogy a műszaki terület szinte minden ágán utána megállták a, a helyüket. Hogy abban az időben volt egy műszerész osztály, illetve egy gépész osztály, és olyan átfogó alapokat kaptak ott a diákok, többek között én is, hogy azóta is tulajdonképpen a műszaki terület bármelyik ágán, bármelyik szakán az alapszinten nem érnek meglepetések. Megtanultam fúrni, faragni, hegeszteni, a, forgácsológépekkel dolgozni, akkor úgyhogy nagyon jó alapokat adott. És hát itt az évek ugye már elteltek, elszálltak, a, az életem során, az életpályám során én ezeket nagyon jól tudtam. Úgy a otthoni barkácsolás terén, mint egyéb területen kamatoztatni. A nagybetűs életbe kikerülve mi várta? Mi volt az első munkahely? Mik voltak az első lépések? Hát én az iskola után a BHG-hoz, akkori nagy BHG-hoz kerültem, mint fizikai dolgozó, gépállítóként. Nagyon hamar beilleszkedtem, hát ez köszönhető volt az akkori vezetőségnek, a kollégáknak. Itt megint vissza kell utalni az iskolára, hiszen a BHG-s munkaállomány, az zömmel a rózsa, rózsából kikerült gyerekekből tevődött össze, úgyhogy ismételten találkoztam azokkal, akik előző években onnan kikerültek. Nagyon hamar beilleszkedtem, a munkát nagyon hamar felvettem, egy évig voltam fizikai állományban, utána kiemeltek csoportvezetőnek, és akkor következett a ranglétra, mint addig, ameddig a BHG-nál voltam, minden négy-öt évbe az ember egyet lépett előre, és tulajdonképpen egy üzemvezetéséből léptem át ide a második munkahelyembe. Az mi volt? Hát az a VD Gáz eh, kerültem, 93-ba, eh, mint eh, műszaki eh, beruházóként, műszaki ellenőrként, és tulajdonképpen Tolna megye eh, gázzal eh, kapcsolatos településeivel így kerültem én kapcsolatban. Közben a magánélet hogy alakult, megtalálta-e ez időtájt? Hát feltételezem, hiszen itt már nagy gyerekekről beszéltünk az előbb párját, Hogyan emlékszik ezen időszakra? Hát a magánéletem is úgy alakult, ahogy, ahogy valamikor eh, talán meg lehetett volna álmodni. Eh, az iskolás években én aktívan sportoltam tehát a Zomba Játnásra iskolából kikerülve, hogy akkori úttörő csapatból még, hiszen akkor még e, azt emlegettük, kikerülve e, bekerültem a Szexádi Sportiskolához, mert akkor még az is volt, ami sajnos azóta megszűnt már, és ott nagyon keményen e, részt véve az edzéseken, e, megyei területi Vidékbajnokság, sőt országos sport volt. Ö, eredményekért értem el, én akkor atlétikával kezdtem. És közben az idő folyamán váltottam, akkor átmentem ö, súlyemelésre 95-ben, ott is szép eredményeim voltak, és utána kezdettek a dolgos hétköznapok. Kicsit elkanyarodtunk a magánélettől. Hát a magánélet, most... tehát ez is, ez is tulajdonképpen benne volt abba. Hát a és családalapításra gondolok most konkrétan. Ez mind azután volt már családalapítás, hiszen itt Először a, a ifjúság. Így van, így van, az energiát valahol le kellett vezetni. Sportoltam. Amikor vége volt az aktív sportnak, akkor illetve itt a, a sport sportéletnek, az atlétikának, a súlyemelésnek, akkor hazamentem, egy kicsit focizgattam a helyi csapatba, és hát akkor jöttek a szerelmek, ugye. A, a szép pillanatok, akkor ismerkedtem meg a nejemmel, és utána már a ö, munka mellett, hiszen akkor már ö, dolgoztam, munka mellett volt egy pár, akire jobban oda kellett már figyelni. És így a, a sport az elmaradt. Majd később visszatértem ilyen öreg fiúk csapatba, egy kicsit testledzésre jó volt. De tulajdonképpen a családi életem is azt mondom, hogy, hogy nagyon szépen alakult. 83-ban összeházasodtunk, rá egy évre megszületett az első fiunk rá négy és fél évre a második fiunk, rá négy és fél évre a harmadik kislányunk. ez a négy és fél év, ez egy tudatos hát, hát Hogy tudatos vagy nem tudatos, ez így jött. Tulajdonképpen a nejem az az első ö, gyes alatt elvégezte a főiskolát, ő tanárképzőt végzett Pécset, a kémia szakon. A második alatt megcsinálta a kémiából az egyetemet Veszprémbe, a harmadik alatt nyelvet tanult, németből nyelvi középfokú középfokú nyelvi tehát Megvoltak a feladatok itt veszne. a Mindenek a Mindennek meg volt a maga helye. Mindennek a, a, a maga helye, tehát nem közvetlenül más után jöttek a gyerekek, hanem úgy szépen. Úgyhogy gyakorlatilag nekünk 84-től azt mondhatom, hogy a napjainkig e, gyerek van a házba, hiszen most volt tíz éves a, a kislány. És nagy boldogság ez. Nagy boldogság, gondolom. nagy boldogság, igen. Tudom önről, hogy sok minden mással is foglalkozik. A szabadidőt ugye itt most leginkább már utalva rá, hogy a sport, de azért a jelen napokban a borászat, és azt hiszem, hogy a lovak is mondható, hogy az érdeklődés középpontjában állnak. Erről meséljenek Ez így igaz. Hát ezt is úgy örököltem, és mint a legelén említettem, hogy nagyon sok időt töltöttem én a, a nagyszüleimmel eh, Murgán. Hát ők tipikus eh, paraszt emberek voltak. Eh, Végül is az én családom az 47-ben a felvidéki kitelepítés útján eh, került Magyarországra, és eh, hát Murgán kaptak akkor letelepítési lehetőséget, ott vetették meg tapukat, és ugyanúgy folytatták azt a, a parasz gazdálkodást, agrárgazdálkodást, amit ott felvidéken kezdtek, illetve tehát, amiben a család felvidéken ténykedett, amiből megértek. Ugyanazzal a szorgos ténykedéssel hamar elérték itt Magyarországon is azt, amiből meg tudtak élni. Nagyapám, akire, akire nagyon büszke vagyok, és, és tulajdonképpen a, a példaképpen megtekintem. Tehát ő fogta össze abban az időben a családot, és mindenkit olyan irányba próbált terelni, ami a későbbiekre nézve egy stabil életalapot adott. Így voltam én is. Hát a szőlészkedésekkel, a lovakkal, szintén ott kerültem kapcsolatba, hiszen őnáluk is működött a, a családi szőlészkedés, hát ugye nem olyan nagyban, mint, mint ahogy most csinálják sokan, vagy hát egy kicsit én is belecsöppentem már a, a nagyobb szőlőbirtokba, de meg volt a családi eh, szőlő, meg volt a családi pince, és hát a is háznál voltak, hiszen eh, mondhatom azt, hogy, hogy eh, parasztként eténykedett nagyapám. Úgyhogy a kapcsolat innen volt, 11 -12 éves koromban hátamra tette a rézvermolaj permetezőt, és mentünk a szőlőbe, amit szívesen csináltam, és ez úgy-úgy megmaradt, és ez a hagyomány, ez tulajdonképpen ápolódik tovább. És, és nagyon, nagyon szeretem ezt csinálni, a szőlészkedést. Hát a lovak, hogy vagyok kapcsolatban, hogy hál' Istennek zombán van egy lovasklub egyesület, és őket, hát amennyire tudom, mint magánember, vagy főleg most, mint, mint polgármesterként segíteni próbálom. Mit jelent ez most önnél? Milyen szinten van például a borokat tekintve, van saját ö, bora, vagy éppen tart lóvat, tehát van lóva? Hát lóvam az nincs, lóvam az nincs, tehát minden. Biztos nincs, lesz nincs e, Nem tudom. Az az igazság, hogy ameddig az ember e, ilyen pályán mozog, addig nem valószínű, hiszen mindenre nincs idő. Ugye uh -huh. a, az állat ez egy, egy rendszerességet igényel reggel, e, este, és hát nem titok az, hogy mondjuk egy istáló szaggal, egy nem lehet bemenni. Tehát ez azt hiszem, hogy, hogy kizárt, ha csak valamelyik gyerekem nem gondolja meg, és, és kiköltözik esetleg egy ilyen faluszélik kis családi házba, és ott tart, akkor a tapasztalatokat átadva segítem őket, de egyelőre azt hiszem ez, ez nem. Maradjunk a szőlőnél. Hát 81-ben indultunk a saját szőlőtelepítésbe öcsémmel, hát akkor még legényként a 800 es új telepítésbe vágtunk bele, kis tanyát fölhúztunk a szőlőparcella szélére, és ott kezdtük tulajdonképpen az önálló szőlészkedés borászkodást. Csináltuk is, és mindaddig, ameddig nem jött a 93-as kárpótlási hullám, akkor a nejem Nagymamája a révén kárpotlási jegyhez jutottunk, és ugye ott volt a 80-81-ben -80 -80 telepített zombai szövetkezet tulajdonában lévő 100 hektár szőlő, amit bekapcsoltak a kárpotlásba, abból 5 hektárt akkor kárpotolt a család. Akkor kezdődött már a, a, a szőlő gazdaság, ha úgy tetszik szőlőtermelésre foglalkoztunk, a borászkodással csak családi szinten, tehát ami a fogyasztás, illetve a baráti körnek az a 8-10 hektó. <kül> és ugye hát ez is fejlődött. Nem csak a szőlészkedést, hanem magát a borászatot is megszerettem. Most itt szeretnék visszautalni a munkahelyekre. Ugye azt tudni kell, hogy a BHG valamikor egy hatalmas nagy gyár volt. Én 16 év és fél évet töltöttem el a BHG-nál. Iszonyú nagy fluktuáció mellett 6-8 ezer emberrel ismerkedtem meg. Jött a gázszolgáltató, megismerkedtem a megyével. Akinek gázzal kapcsolatos ügye volt, megismerkedtem a megyével, hogy a munkahelyi kapcsolatok mellett jönnek az egyéb kapcsolatok is, magánjellegű kapcsolatok is. Így belekerültem egy ilyen boros szférába, vérkeringésbe, és tulajdonképpen összejöttem, összeismerkedtem a megyei nagyborászokkal. Hát most én nem akarom felsorolni. Ma nem volt megállás. Nem volt megállás, és, és az árral sodródva most ott tartok, hogy hobbi szinten borászkodom, ez ilyen 60-70 hektós tétel, amit szeretnék elmondani, hogy minőségi borászkodást próbálok folytatni, úgy néz ki, hogy ez, ez sikerül is, és 90, eh, bocsánat, 2001-től palackozom. Úgyhogy most meg tudok jelenni palackos borokkal több fajtába, mégis fajtába is minőségi szőlőim vannak, kékfrankos, merló, cabernet és sárdani. Ez minőségi fajta szőlőből, lehet minőségi bort csinálni, és mondom, oda jutottam, hogy most már palackozási szintig. Érzem a szavaiból, hogy ez tényleg egy nagy-nagy szenvedély. Imádom. <laughs> Nem tudná letagadni, ez, 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 biztos. Polgármester úr, egy kicsit dolgozzunk idézőjelbe téve. Ugye itt elmondta, hogy mindig emberek között volt, aztán vezetőként persze az ember szerez olyan tapasztalatokat, olyan készségeket, amik már esetleg később orientálják a felé, hogy nagyobb közösség érdekét felvállalja. Mikor érezte azt, hogy önnek tetszene az, hogy a település élére álljon, hogy ott legyen a döntéshozók között, vagy éppen a legelső ember legyen egy csapat élén, Hát ez megint egy folyamat. Szóval ez nem úgy kezdődött, hogy én zombán képviselő lettem, majd jó pár év után polgármester. Itt megint egy kicsit talán visszakanyarodhatnánk az ifjabb évekre, ahol egyesületeknél, különböző szervezeteknél vállaltam már feladatokat. Ugye sportegyesület tag, akkor utána, amikor beindult a nagy vadászat iránti óhaj-sóhaj mindenkibe ugye a 80-as évek végén, akkor alakítottunk egy bérkilövő vadásztársaságot, annak lettem az elnöke. Majd onnan átkerülve egy vadásztársaságba a titkára, úgyhogy szinte mind a két társaságot hát kis háté segítséggel én alapítottam hegyközség elnöke vagyok azonban, alapítvány elnöke vagyok azonban. Tehát jöttek a feladatok, ugye egy településen kiválasztódik egy, egy olyan réteg, aki a közért akar tenni, és a közért tud tenni. Hát én ebbe a rétegbe, ebbe a magba kerültem be már fiatal fejjel, és ez ugye jött a 90-es választásoknál, legfiatalabbként bekerültem képviselőnek, 12 évet képviselősködtem. A, a, volt, ott volt mindig. Ott voltam mindig, mindig ott voltam. A, a, volt polgármester mellett ugye segítve a munkáját, volt, amikor kritizálva, ugye, mert nem mindig az a jó, hogy ha csak bólogatunk, hanem az ember az, az legyen őszinte és, és nyíljon meg, mondja el véleményét. Ezt tettem én is. Hát volt, amikor ennek tapsoltak, volt, amikor nem tapsoltak, de hát ebből nem, egy könnyű, pálya ez. Ez nem egy könnyű pálya. Hát ebből végig is kikerekedett az, hogy 2002-ben indultam a, a választásokon, a polgármesteri választáson. Hát nagy gyötrődés után, mert hát ennek tulajdonképpen a családom sem nagyon örült, uh -huh. Én is kettőztem, de tulajdonképpen a döntést az adta, amikor zombáról olyan emberek kerestek meg, akiket én olyanoknak tartottam, akiknek a szavára, a hívó szavára kellett adni, akik zombáért tettek a múltban is, és azóta is közösen teszünk, és így belevágtam. Föladva egy-egy általam szintén imádott munkáját a gázszolgáltatót, ahol, ugye, mint említettem, kapcsolatban voltam szinte a az egész megyével. Mi változott azóta, amióta a polgármesteri székben ül? Hát erre nehéz válaszolni. Változott a magánéletbe is sok minden, változott a közéletbe is sok minden, de eh, talán elmondhatom azt, hogy eh, ezek a változások, ezek, ezek talán, talán pozitív eh, változások. Voltak olyanok is, akik nem szerették, vagy azóta nem szeretik? Ilyenkor azt mondják, hát ugye, hogy sokszor megváltoznak körülöttünk az emberek. Igen, igen. Most a 2002-es választások zombán hát nem olyan simán zajlottak, mint az azt megelőző három választás, ugye négyen indultunk. Na most, hogyha már többen uh -huh. indulnak egy, egy posztra, akkor nyilván itt, itt megy a, a harc idézőjelbetéve. Hát voltak olyan kampányhúzások. Már az ellenfelek részéről, ami ami nem mindig uh, volt számunkra elfogadható. De hát ezekkel szembe kellett nézni. hiszen hát Itt végül is az ön eszközeit halcolt. igazolta az eredmény. Így van. Én nem kampányoltam, abszolút nem kampányoltam. Én azt mondtam, hogy engem hívtak, engem a falu ismer a 12 éves képviselő és a, az elmúlt 20 éves uh, egyéb uh, társadalmi tevékenységek uh, alapján ha kellett, akkor hazamegyek, és tulajdonképpen az energiámat, az erőmet hazaviszem a faluba, ha nem, akkor én nagyon jól éreztem magam a gázszolgáltatónál is, és tulajdonképpen bennem ez, ez ö, semmi törést nem hozott volna. Tehát úgy azt a választás, hogy 52%-kal, tehát a négyből egyedül -egy 52%-kal megnyertem, is, és azóta is ténykedem. Tulajdonképpen ö, a a zombai képviselőtestület, mondhatnám azt, hogy új állt fel, hiszen a kilenc képviselőből hat teljesen, új volt, ugye új polgármesterrel, új szellemet kellett friss... bevinni a, a, a faluba. Friss csapat. Egy friss csapat volt. Én úgy érzem, hogy a közös hangot megtalálta ez a friss csapat. Hát az, hogy a csúcsra nem biztos, hogy egy lépcsőn e, jutunk föl, de végül is a, a csapat az úgy érzem, hogy hogy följut oda, már idézőjelben, hogy, hogy följutunk oda, tehát tudjuk, hogy mit akarunk, tudjuk, hogy, hogy zomba közéletében, zomba irányításában milyen változásokra volt, és, és a jövőben is lesz szükség. A célokba meg tudunk egyezni, csupán hát azt az utat, amin azt a célt el kell érni, abban néha vannak hát nem azt mondom, hogy ütközések, de hát kis vitáink. Na de hát így jó, mert hogyha nem lenne vita, akkor nem jönnének elő az érvek, nem jönnének elő a vélemények. Ez a természetes. Ez a természetes. Én ezt kértem, ezt kértem akkor a, a olyanan felelt csapattól, hogy mindenki nyíljon ki, mindenki legyen őszinte. Én úgy érzem, hogy egy olyan csapat indult el, akinek a, a háttere Tiszta, legalábbis itt a közigazgatás terén, egy-egy település irányítása terén, mi meg tudjuk mutatni azt, hogy ha tiszták tudunk maradni, ha mindenki tiszta tud maradni, és, és mindenki akar tenni, akkor én látok lehetőséget abba, hogy zomba valamilyen irányú fejlődés útján elinduljon, még akkor is, ha a mai napokban bizony a anyagi támogatások, a leosztások nagyon szűkösek az önkormányzatokat egy kicsit nyomja most ez a, a, a visszafogottság, az anyagi visszafogottság. Polgármester úr soha nem vágyott el Zombáról? Nem. Hát egy ilyen településre elvagyni nem hiszem, hogy, hogy lehet. Tulajdonképpen Zomba a völtség egyik meghatározott települése. Ugye egy az, hogy egy, egy centrumnak tekinthető, hiszen Szexuáltól siófokra, illetve Bonyhát felől a siófokra Zombán van az Y, Zomba a környező településekhez képest viszonylag egy, egy nagy település, létszámilag is, területileg is. Nem messze van szexártól, ha a közlekedést nézzük, akkor azt mondom, hogy, hogy negyed óránként, fél óránként buszjárat van, de hát most már annyira elautósodtunk, hogy, hogy Szerintem az ilyen vannak infrastruktúrális kérdések már nem jelenthetnek problémát. Nem, nem jelenthetnek problémát. Azt mondom, ha én otthon beülök az autóba, be akarok jönni szexádra, annyi idő alatt beétek, mint szexád alsó része, ugye a szőlőhegyről vagy a csatáról. Ezt nagyon sokan hozzá például. <laughs> és, igen. és mégis egy, egy családias jellegű körülmények között kis kert, Megtalálta a hazát és benne a helyét. Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt, köszönöm a beszélgetést, a nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is viszontlátásra.